Első alkalommal rendezték meg a csónakázótónál a method feeder horgászkupát. A verseny 5 szektorban 51 versenyző részvételével valósult meg. A kupát egy hölgy berkehartai dia vehette át, Lisztes Gergelyt és Csécsényi Attilát megelőzve. A verseny jelentőségét az adta, hogy országos Féder szabályzat alapján bonyolították le. A szabályrendszer lényege, hogy a halakat a mérlegelés megkezdéséig a vízben egy haltartószágban kell tartani. A megmérettetés napján szinte egész nap szélcsend volt, ami ritkaságnak számít, és ez a halakkapó kedvére nem hatott előnyösen. A főszervező Szépligeti Ferenc elmondta, nagy volt az érdeklődés az esemény iránt, amelyre előzetesen öt női versenyző is nevezett. Akik ö, lejöttek már a, a, a Csunakállatóra az elmúlt napokban tréningezni készülni a versenyekre, ők jelentős keszegállományal és nagyon szép pontyfogással találkoztak, úgyhogy a mai nap is a keszeg, illetve a pontyfogás fogja eldönteni a, a versenyt. Tegnapi Tegnapinap edzésnap volt sokan, ő, voltak már jelen a, a tavon, ők itt töltötték az éjszakát a városban, és a mai nap reggel 7 órakor megjelentek a versenypályán, és 10 órakor pedig elindult a verseny. Az indulók meg voltak elégedve a szervezéssel és a körülményekkel, főleg, hogy a csónakázótól most debütált ilyen jellegű megmérettetésen. Nagyon nagy szükség van tavakra, jó tavakra, ahol metódversenyt lehet rendezni, és ez az, az első ilyen próbálkozás ezzel a tóval, mivel ugye most került új gazdához a tó, és próbálunk nevet, tehát egy kis reklámot csinálni ennek a tónak, hogy minél többen horgászanak versenyszabályzat szerint, mivel nagyon nagy igény van rajta, ez látszott a tavalyi évben, meg az idei éven is, hogy nagyon-nagyon sok embert érdekel ez a metódszabály, a rendszerbe való horgászat, és ezt próbáljuk népszerűsíteni. A Magyar Országos Horgász Szövetség képviseletében is indultak versenyzők, hogy felmérjék a terepatta lehetőségeket. A pontyhorgászatról szól alapvetően ez a, ez a technika, ezért is annyira népszerű, hiszen az egyik legnépszerűbb az a, az a pony Magyarországon. És hát jövőre szeretnénk bővíteni a létszámot, és ehhez is keresünk új helyszíneket. Azért is vagyok most itt ezen a versenyen én is, hogy így a mohoz részéről hivatalosan is fölmérjem a versenypályát, megnézem a, a lehetőségeket, hiszen azon túl, hogy milyen a halálománya egy víznek, az is nagyon fontos, hogy milyen a part, hogy hány versenyző tud egyenlő feltételek mellett leülni. A szakértők szerint a versenypálya adottságai kivételesek, ezért tökéletes helyszíne lehet a jövőben is rangosabb versenyeknek.